a napokban kérdezték tőlem, hogy mennyi egy ilyen készülék javítási idő nálam, tehát hogy mennyi idő alatt javítok meg egy-egy erősítőt, vagy valami hasonlót itt, amiket szoktam még itt művelni. Nos, nálam nem tart sokáig általában egy javítás, ha már sokáig tart, akkor az eleve gáz, ott valami nagy probléma van. Egyébként pont ezért nem vállalok például keverőket, mert a keverőnek csak szétszedni a keverőt órákba tart, és mire az összes kis tekerőgombot és tológombot és mindent leszedsz róla, előlapról leszeded az egész panelt, ez órákat vesz igénybe, ráadásul szanaszéjjel kéne fényképezni ahhoz, hogy utána ugyanúgy tud visszarakni, hogy még színazonosan is legyenek majd utána a kis tekerők a keverőn. Na most nem javítok például keverőket pont ezért, házi mozi erősítőket már tudjátok, hogy miért nem javítok, és eleve olyan készülékeket nem szoktam vállalni, ami nagyon hosszú idő lenne, onnantól kezdve, hogy megvan a hibája. Tehát például, hogyha speciális alkatrészekkel van tele, és azt beszerezni sem lehet olyan könnyen, teszem azt Magyarországon, vagy csak külföldről lehet, hát én nem fogok 2 hónapokat, meg akár 1 hónapokat se várni egy-egy alkatrészre, úgy, hogy közben szét van szedve a készülék. Van egy gyulai DJ barátom, neki javítottam régebben például diszkó keverőket, és ő neki hajdanán megmondtam, hogy fogom megjavítani a keverőjét. Neki úgy javítottam meg általában a potméter hibás tolópoti, meg volt egy Gemini, annak rengeteg tekerős potmétere volt, és ezek voltak benne elrecsegősödve, meg kontakthibások voltak, minden bajuk volt már nekik, és megmondtam, hogy fogom megjavítani, ő szétszedi, ő fényképezget, ő csavarozgat, szanaszéjjel szedi, ide hozzá elém a panelt, megmondja, hogy melyik poti volt rossz, azt a potit kiszedjük, megnézzük, megvizslatjuk, ő megrendeli, ja, és viszi magával vissza. Megrendeli, és amikor a potméter itt van, akkor visszahozza, én belerakom a potmétert, összeszerelem a panelt arra a szintre, hogy na, akkor lehet mehet vissza a helyére, bele a dobozába, és akkor ő majd ott otthon összerakja a fotók alapján, akár 2 hónap múlva, és visszaszól, hogy jó lett-e. Így már javítottam keverőt, hogy csak a nyákját idehozta, és csak a potmétert kicseréltem, de én a többi melót vele nem vállalom, az biztos. Mert itt olyan nem lesz, hogy szétszedem, és akkor félre rakom 1 hónapra, meg 2 hónapra zacskóba, szanaszéjjel szedve, össze-vissza dobálva benne a potitekerők mindenféle szín, és akkor majd utána keresgéljem, hogy mihol volt, meg hogy volt egyáltalán összerakva. Nem, ilyeneket nem vállalok. Házi mozi erősítőkkel, meg tényleg olyan mai modern eszközökkel, amik ilyenekkel vannak tele, hát nem vagyok hajlandó. Mindenki abban van otthon, és azt tudja nagyon gyorsan javítani, amihez fel van készülve, amihez alkatrésze van, hogy ne rohangáljunk már ellenállásonként, például az alkatrészboltba. Na most nekem itt, ha jól számolok, 1, 2, 3, 4, 5, abban nem az van, de az van, 6, abban nincs, 7, 8, 9, 10, 11, 12 szortimentem van tele alkatrésszel. Na most ez éveknek a munkája, ennek a gyűjtése. Ezeknek az alkatrészeknek a 80%-a bontott. Ha hiszitek, ha nem, bontott alkatrészek tömkelege van itt mindenhol. Benyúlnék valahova, ott van germánium, tragyók, hát jó, abban vannak még újak is, de a legtöbb alkatrészem bontott, mert hogy én nem dobom ki a még működőképes alkatrészt. Ha valamiből kiszedjük azt az alkatrészt, és az lehúzott 20 évet a készülékbe, erre mondta volna Sóder Sanyi, hogy az nem használt alkatrész, az azt, hogy nem alkatrészre mondta ezt ő hajdanán, hanem ruhára, nem használt, hanem kipróbált. Igen, azok kipróbált alkatrészek, elektrolit kondenzátoraim is vannak bontottak, régről, még elnakondiaim is vannak, ezt már biztos, hogy említettem valamelyik videóba. Például van olyan 10.000 mikros elna tápkondim, hogy már olyan elektrolit szaga van, hogy szinte büdös, és a múltkor megmértem a kis ESR mérőmmel, máig több mint 10.000 mikró a kapacitása, és az ESR értéke 0,01 ohm volt, amikor utoljára mértem, és ez már vagy 20 évvel utána, hogy kiszedtem a készülékből, máig ilyen értéket képvisel, 0,01 ohm, az lóversernek számít 10.000 mikrósnál szerintem, úgyhogy ilyen elkók el vannak rakva, meg mondanom sem kell, hajdanán, amikor még kezdtem a szakmát, én szinte csak bontott alkatrészből dolgoztam. Nem ám mindig rohangáltunk alkatrészboltba, hanem kaptam egy-egy panelt, akkor azt teljesen elbontottam, és raktam kis fiókocskákba, volt, hogy ilyen gyufás dobozokból felépített kis fiókos cuccom volt, és abba a bontott ellenállások, kis tranzisztorok, kondenzátorok, és máig nem dobom ki ezeket az alkatrészeket, hanem inkább kibontom a
készülékből, vagy benne hagyom, hogyha ilyen laposan van tárolva, mint ez a nyáklap, majd itt mindjárt mutogatok ezt-azt. De ha már vannak ilyen szuper szortimentjeim, azokban gyönyörűen tudom gyűjteni. Például az első ellenállásos szortimentem ott fönt, ott egy ilyen, hát ez a fajta, amit a sárga, de nem látjátok úgyse. Abba például úgy van kategorizálva például az ellenállás, hogy például 0-tól 10-om, 10-től 100-om, tehát színcsíkra. És akkor ott is volt a zárójelbe mellett, hogy narancs, meg piros, meg fekete, meg barna, tehát hogy melyik kategóriába, érték kategóriába tartozik, és akkor a harmadik, a barna, ugye akkor az a 100-om és környéke, ugye a 100-om az első barnás, a barna fekete barna, és onnan felfel az 100-tól 1 kilóig ugye az a barna, a harmadik csík. És akkor így voltak erre kosgatva, meg a ómig, és akkor az nem is tudom, 8 kis fiókocskát képviselt. Azóta viszont itt a kamera mögött lévő nagy álló ugyanakkora szortimentbe egy ilyen örökségből kapott alkatrész halmot is tárolok, meg azóta még raktam is hozzá, mert még kaptam ilyen hagyatékos alkatrész mennyiséget, és akkor igazából új alkatrészből is, tehát most például ellenállásokból újból is van szerintem teljes garnitúra, de előtte én nagyon sokat bontottam ilyen panelekből, és eleve az ellenállásokat úgy is tartottam, hogy rajta maradt a nyákon, mert sokkal jobban átlátható, és ha keresel egy színkód alapján egy adott ellenállást, akkor hamarabb megtalálod, és csak ki kell szedni, és már mehet is bele a készülékbe, és tuti jó, az ellenállás kipróbált ellenállásról van szó. Szóval, én bontott alkatrészekből is szoktam dolgozni, és építettem is nagyon sok készüléket, csak-csak bontott alkatrészekből. Az elektronik kondenzátorokkal sem volt sose bajom egyébként, erősítőkben sem számított, hogyha egy kicsit csökkent az ESR értéke annak a kondenzátornak, még tápszűrésben sem nagyon vehető észre ilyenkor, meg becsatoló-kicsatolóba. Szerintem annyira ilyen 10-20-50 wattig nem volt itt sem probléma ilyesmi. Legelső problémám kondenzátorral még céges embedded PC javításnál volt, hogy a processzor körül lévő, hát ott a processzornak a tápját szűrendő, ott nagyon pici ESR értékű kondenzátorok kellenek, de közel is kell lennie a processzorhoz, hogy egyáltalán pufferálja, szűrje a tápját. Na most azáltal meg, hogy mellé rakod a processzornak a kondit kényszerből, az arra fogja fújni a ventilátor a hűtőbordáról a meleget, és szépen lassan kiszárad. Na most azokat a kondikat cserélendő, vettem bele másikat, ezt is lehet már valamelyik videómban említettem, vettem bele újakat, és kiderült, hogy rosszabb volt, mint ami benne volt. Volt benne 6 darab, azt hiszem 3300 mikros, az egyik nem volt kifújva. Tehát ki volt mind fújva, az egyik nem volt kifújva. Nichicon kondik voltak egyébként, és vagy 10 évet lehúztak non-stopba. És azzal az egy kondenzátorral még elindult. És akkor a Windows csík, kék csík, megy, újrakezdte. És akkor mindig, amikor el kellett kezdeni gondolkodni, akkor hirtelen beterhelte a tápot, és az egy kondi már kevés volt hozzá, de legalább elindult vele az alaplap. Na most beleraktam a szép új kondikat, el se indult vele az alaplap. Utána vetettem a volt kollégámmal ezt az ESR mérőt, a múltkor mutattam, de itt van. Ez egy nagyon régi fajta, igen, meg tudom mutatni, hogy hello, na ott van, ez ilyen kis kijelzős csoda, és akkor a három mérőpontja ki van hozva ide csokira, és ezzel szoktam ugye bemérni az alkatrészeket, mert a kondenzátorokat például, és akkor mértem először ESR-t, és megláttam, hogy a bontott Nichicon utolsó egy darab Nichiconnak kisebb volt az ESR értéke, tehát a belső ellenállása, mint az újaknak. Hát mondom, akkor ennyit erről, onnantól kezdve az alkatrészboltba már ezzel mentem, és olyan kondikat kértem, amik kisebb ESR értékkel bírtak, és akkor, amikor azt már beraktam a alaplapba, egyből el is indult, és gyönyörűen működött. Úgyhogy ennyit az ESR-ről, meg ennyit a régi kondikról, van hova kell a kis ESR érték, főleg most így, hogy kapcsüzemű dolgokkal dolgozunk, meg kapcsüzemű tápok, azok érzékenyek rá, de a régi analóg technikákban még nagyon nem számított az ESR érték. Most egy csatolókondinál tényleg egy olyan puffernál, vagy kis szűrő kondinál, ahol csak szinten kell tartani egy feszültséget, ott aztán teljesen mindegy. Vagy ha a kondival még sorba is volt kötve egy ellenállás, oda teljes mértékben mindegy, hogy milyen kondenzátor
ESR értékkel dolgozunk, mert amikor sorban van kötve, teszem azt egy 100 mikros kondiba 2,7 kg ellenállás, most az, hogy a 100 mikros kondinak még van egy 20 homos belső ellenállása, nem fog számítani. Na mindegy, szóval vannak olyan pozíciók áramkörökben, ahol nem nagyon számít a belső ellenállása, például a kondenzátoroknak. Tehát ezért mondom, én szoktam bontani kondenzátorokat, és ha még ilyen célokra megfelelni, simán elrakom, nem megy a kukába. Mert azok a kondik, hogyha teszem azt az erősítőbe, vagy bármilyen eszközbe, lehúztak 20 évet, és máig jók a paraméterei, akkor megint le fognak húzni szerintem vagy 20 évet, és nem fognak úgy járni, mint a zsírúj Kínából rendelt kondenzátorok, nem nálam volt, hobbyelektronika.hu-n láttam róla képet. Ki volt, még a papírszalagon volt rajta a kondenzátorsor, és mindenki ki volt fújva. Hát gratulálok. És nem az, hogy bent tárolta a sütőbe, nem. Fiókba, fiók mélyén, ott volt a kondi, és egymagába kifújt mind. Ennyit a mai modern zsírúj kondenzátorokról. Na mindegy, térjünk is a lényegre. Ez a videó arról fog szólni, hogy én hogy bontom az alkatrészeket, mert én nagyon sok alkatrészt mondom, ki szoktam bontani. Elmondom mindjárt turpisságokat, mit, hogy érdemes kiszedni, meg mit érdemes kiszedni a panelokból. Rengeteg nyálkom el van ezért rakva, mert tele van értékes alkatrészekkel, de még nem szedtem ki, mert nem volt vagy rá szükség, vagy jobb úgy tárolni, hogy rajta van a nyálkom, mert akkor egyből látom, hogy ott van. Meg helyese volt, teszem azt. Most azt fel fogom persze tölteni, azt a szortimentet, már elkezdtem a felső ellalakot, lehet látni, ott már vannak benne dolgok. Úgyhogy szóljon ez a videó arról, hogy bontsunk ki mindent, és tegyük el, és ha arra van szükségünk, akkor vegyük ki, és nyugodtan használjuk, mert az nem rossz alkatrész, kipróbált alkatrész, lehet, hogy jobb, mint az új. Alapvetően eddig pillanatpálkával bontottam. A pillanatpálka előnye, hogy a végét, hogy a cekázt, a hát forrasztó csúcsnak, nem is tudom minek nevezzük ezt, hát na, cekász. Olyan alakúra hajlítjuk, amilyenre akarjuk. Nekem volt olyan alakúm is így jó alakban meghajtva, hogy egy az egybe az IC-t ki tudtam vele szedni. Nem volt mivel megfogni az IC-t, de most már van, ezt is meg fogom mutatni, hogy hogy kell használni. De most már nem pillanat válkázunk, hanem itt egy jó kis JVC, és be is kapcsolom, és meg fogom mutatni, hogy mit, hogy? Kezdjük talán a legegyszerűbb alkatrészsel, az ellenállással. Ellenállásokat, mint mondtam, én inkább a panelban tárolom, mert nincs is értelme kiszedegetni, a kis fiók mélyéről is nehéz kikapargatni, meg most már van egy csomó új. Úgyhogy nem nagyon szoktam csak úgy bontogatni ellenállást. Ha olyan ellenállás kerül elém, ami tényleg nincs a polcon, akkor szoktam nekiállni, és akkor keresgéljünk. Na most ezt a nagyobbik fajta negyed wattost, ezt például én úgy szoktam kiszedni, amióta van hozzá eszközöm. Az eszközöket is megmutatom, amik kellhetnek a bontáshoz, egyértelműen csipesz. A csipesszel nehéz megfogni a végével dolgokat, lecsúszik róla hamar, nem mindig jó a csipesz, valahogy erősebben kell tartani, kupos csőrű fogó, vagy ha van otthon sima krokodil csipeszünk, azzal is nagyon jól meg tudjuk fogni az alkatrészt, nem lesz meleg, mert hogy ezt fogjuk. De nekem vannak speciális ilyen nőgyógyászati szerszámaim, ez ilyen harapós dolog, ez meg ilyen. Alapvetően nem erre vannak kitalálva, hanem ilyen, hanem banán ajzatos bemenettel, ezzel rá lehet alkatrész lábra állni, és akkor lehet mérni egy pontot, de én nem csak erre használom, hanem ott van ilyen, már nem így most fog látszani. Ezzel például én gyönyörűen meg tudom fogni az ellenállásnak a egyik lábát, úgy belakasztom, na most ez nem sikerült, legyen akkor inkább ez. Belakasztom az alkatrész lábába. Erre ugyanúgy a krokodilcsiveszt is rá lehet tenni, erről persze behatárolom, hogy hol van az a láb. És ha pont ez az alkatrész kell nekünk, akkor erről arról húzom, erről melegítem, és már kinn is van az egyik. Tehát már kinn is van a fele. És húzhatom tovább, mert hogy ez jól rá harapott. Másik lábát melegítem, és már enyém az ellenállás. Nem kell vele tökölni sokáig, másfél másodperc alatt, vagy három inkább. Van egy ellenállásunk. Kész. És ennyi egy ellenállást kiszedni a helyéről. Na most az ellenállást, ha nagyobb, akkor még egyszerűbb, akkor még tényleg ilyen krokodilcsipesszel is meg lehet fogni. A lényeg az, hogy húzzuk, erről melegítjük, kint van, és tarthatjuk tovább a másik lábát, ugyanúgy ezzel együtt ki lehet húzni, bármikor a milyen lesz az ellenállás, akár kicsi, akár nagy. SMD ellenállás persze nem így kell kiszedni, de azt
Hát nagyon ritkaság mostanában, hogy bontok, meg eleve kaptam egy nagy doboznyit, úgyhogy most már nem kell SMD-ellenállás bont, csak a kondenzátorokat sokkal egyszerűbb kiszedni. Itt van például egy szép nagy elkó, de nem is egy, 1000 mikro 35 volt, meg 2200 mikro 35 volt. Látjátok ezeket a szép nagy elkókat? És mindjárt be is fogjuk mérni őket, hogy mire jók. Ezek még, ez a két panel, azaz, hogy nem ez a két panel, ez az egyik, de kettő van belőle. Még a Custom C... mi volt az, Pia? Amiből a 6000-est csináltam, annak az előfoka. Na most ez itt a kis tápja, szerintem a plusz-minusz 15 voltot ezt csinálja, meg az 5-öt, ki tudja, hogy hány voltokat. Na most ilyen elkókat, amikor nincsenek is leragasztva. Amikor le van ragasztva az aljához, egy kicsit macerásan meg felszoktuk tépni vele a műanyag burkolatát is, de ki lehet ugyanúgy szedni, és attól az egy elkó. Na most ezeket a kondikat kiszedni még könnyebb. Ugyanis a kondenzátor így, hogy benne van a két lábával, ez itt nem tud csak egy irányba mozogni, ugye így. Ha mi feszítjük az egyik irányba így, lábához képest ebbe az irányba, vagy ebbe az irányba, azt a lábát ki tudjuk húzni, amelyiket éppen olvasztjuk. Na most ezt az elkót én most úgy fogom kiszedni, erről itt van a két forszeme, hogy abba az irányba fogom húzni, és ezt a lábát melegítem. Nézzétek csak, remélem látni fog. Átolvasztja, már kint van félig. Mi csak? Így. Most amabba az irányba feszítem, és a másik lábát fogom húzni. Már kint is van. Nem egyszerre két lábat, mindig csak egy lábat. Most abba az irányba húzom, és kint is van az elkó. Ha most nem mutogattam volna, akkor ez az elkó kiszedés szerintem 3 másodperc, és van egy szép lábú... Mi vagy te? Topcon. 2200 mikro 35 volt. Szóval ez ilyen 10 éves kondi. Nézzük meg, hogy milyen kapacitás és ESR értékkel bír máig. Most kisütöm a lábát, akár volt benne töltés, akár nem, mindig kisütjük. Mérés előtt bekapcsolom a kis mérőkémet, és megnézzük, hogy mit tud ez a 2200 mikros kondi. Második, harmadik mérés szokott reális lenni, mert ezek formálódnak ilyenkor még a mérés közben is. Főleg, hogy nem voltam mostában használva. Na nézzük, mérjed meg, tesókám, 2200 mikros kondi mit mutat. Hát a kapacitás megvan. Na most első neki futásra 2336 mikrofarád és 0,36 ohm. Remélem látszik is. Most megint rásütök. Nem olyan rossz a 0,36. Jó, nem egy lóverser. De a 0,36 ohmmal ez még nyugodtan egy távszűrés, lehet egy kis IC-s erősítőbe vagy bármibe. Távszűrésnek a 0,36 nagyon jó. Most megint beledugom, ja, fordítva. És megint rámérünk. Nézzük, változik-e, vagy most már ennyi a valóság. Mérjed meg, tesókám. Aha, picit változott. 2312 mikrofarád, 0,32. Hát ez akkor ennyi lesz. És nem olyan rossz a 0,32, az még egy jó kondi. 0,2-től azt hiszem már ott körül lenne lóverser talán. Nem kell, hogy lóverser legyen, ez egy mezei, pedig 105 fokos, de nem lóverser kondi. De ennyi év után ez a kondi még jó kondi. És meg kell, hogy mondjam, mert most ezt megfogom, és oda se figyelek. És akkor nézzük. Ennyi volt, néztétek hány másodperc? Egy kondi, és akkor ennyi a kondenzátor. Vagy a kicsit az 1000 mikrósat, ha gyorsan olvasztja a pálka, ez természetesen attól is függ, hogy mennyire olvad gyorsan az ón. Most itt nagyon nem akart olvadni az ón. Hát, mennyi gyantát használtak. Na, ez például most, ez most jó gyors volt. Ennyi kiszedni egy kondenzátort. Oda se kell sokszor figyelni, és már jönnek is kifelé az alkatrészeket. Mehet ide bele. A kis kondik ugyanígy. A kis kondenzátorokat ugyanígy. Egyik irányba húzzuk, azt olvasztjuk, másik irányba húzzuk, itt van például ezt a picit is kiszedhetem nektek. Az ugyanannyi, abba az irányba húzom, ezt a lábát melegítem, azt a lábát melegítem, és oda-vissza billegtetem, és kint is van másfél másodperc alatt a kondenzátorunk. Na most mit szedjünk még ki innen? Itt van egy tranzisztor. Hát most ezen nem tudom sajnos megmutatni, mert egy sorban vannak a lábai. Három lábú alkatrészt, normális régi BC tranzisztor, ahogy be van általában forrasztva, nem egy csíkba, hanem három láb így áll. Na, azt pedig úgy szoktam kiforrasztani, hogy a, hát valamelyiket a háromszögbe vagyunk, például ezt a lábát akarom olvasztani, akkor ebbe az irányba húzom az egész tranzisztort. Ezen a két lábán fog billenni,
ezt elkezdem olvasztani, kijön egy lába. Onnantól kezdve meg már ezt a kettőt, bármelyiket melegítem, kint van, és kint van a három láb. Na most, amikor egységben vannak, hát egységben lévő lábsorra, mint ez a stabil C is, ott úgy érdemes, hogy kettő lábát melegítjük, mert hát ha már egységben vannak, közel van egymáshoz a lába meg a forszem, egyszerre tudok melegíteni kettőt, és a harmadikon fog billenni. Tehát ott a három lábi, na hogy mutassam, három lábi van, ezt ha fixen hagyom, ezt a kettőt melegítem, és abba az irányba húzom így, akkor ezt a két lábát ki fogja emelni, annál fog. Vagy kicsit görbül, de majd visszaegyenesítjük. Kihúzza, aztán ezt a kettőt melegítem, kihúzza, és már kint is van az alkatrész. Meg tudom például mutatni ezen a kis tranyón is, tehát ezt most ki fogom szedni, ezt a pici tranzisztort. Azt most nem kell mind a hármat, mert nem kell leszipogni, itt a szippantója. Egyébként igen, onszippantó, mezei onszippantó. Erre jó valóban, nem kell leszipogni az ont, minek? Annál jobban lehet olvasztani, hogyha rajta van az ont. Na most két lábát, ha itt melegítem, már kint van félig, már elgörbítettem arra, nem tudom mennyire fog látszani. Most a másik kettőt melegítem, visszajött, és az utolsó lábat, ennyi volt kiszedni egy tranzisztort. Nem kell szipogni, nem kell szippangatni semmit, és itt van, és egyenes a lába majdnem. Tökéletes állapotban van a kis tranzisztorunk, mi vagy te? Ez egy S9004, mi az? Na mindegy, csak bedugom azt a mikroszpókot, meg fogom nézni itt a dolgokat. Bedugjuk a mikroszpókot például ide. Ezért bekapcsolom a leválasztót, végülis ingyen van a villany, mert jön a napból. Jó, még talán ti is látjátok. Na ez a tranzisztor. Aha, S9014, jól láttam. Nem tudom az mi, de az egy tranzisztor, gondolom én. Mindegy, megy a többiekhez. Addig jó helyen van. Jó, na most vegyük ki például ezt a gondolom stabicét. Na majd mindjárt megnézem, hogy mi az. Ugyancsak három láb. Hát ez nagyon udvarom. Így éppen látjátok majd. Ugyanúgy három láb, megint csak ez a módszer. Egyik irányba húzom, és két lábát melegítem, azt a kettőt, amerre nem húzom. Na most ez itt a szélén van, felém lévő két lábát melegítem. Ha melegednek, kicsit már görbe is, már lehet is látni, már kiebb görbült. Most amarra görbítem, és amazt a két lábát melegítem, már vissza is görbült, már ilyenkor csak egy lába tartja. Látjátok, hogy már visszafele van görbítve. Már ilyenkor csak ez az egy láb tartja. Na jó, nem még egy kicsit a középső is tartott, és kint van. És nem görbültek el a lábai, nem kellett szipogni rajta semmit, és ennyi idő alatt kint van az alkatrész. Nem kell túlmelegíteni se. Ez az alkatrész egy... Csak gondoltam, hogy... Ha, annyi, 79-12 látszik is onnan. Éppen nem mi. Ez egy... KA 79-12, tehát ez tipikusan a mínuszos 12 voltos stabil C. Úgyhogy már egy ilyenünk is van, és akkor mellette valószínűleg a 78-as, de ugyanennyi idő kiszedni, csak akkor nem mutogatom, hogy görbítem, hanem húzom erre, húzom arra, és nagyon nem lesz túlmelegítve, és kézzel tartom, tehát annyira nem meleg ennyi idő alatt, hogy nekem az süsse a kezemet. Na ez lesz a tesója valószínűleg. KA 78-12, ott van, még egy 12 voltos stabil C alakult. Na vajon mi lehet a harmadik, én satszom, hogy 5 volt. Nem tudom, volt-e benne valami 5 voltos eszköz, de szedjük ki ezt is, nézzük meg, hogy mi ez. Két láb erre, két láb arra, és már kint is van, és nem meleg. Ő egy 78-12, két darab. Pluszos 12 voltos. 78-12 az is. Hát akkor nem tudom, hogy miért volt benne két külön 12 voltos stabilizálás. Jó kérdés. Na most diódákat, meg egyéb ilyen kis, hát meg kis kondenzátorokat ugyanígy szedjük ki. Görbítjük az egyik irányba, full ugyanúgy az elkókat, tehát kétlábú dolgot, tök mindegy, hogy mi az, úgy szedünk ki, hogy ebbe az irányba feszítjük, ezt olvasztjuk, majd ezt olvasztjuk, és kint van. Ez ugyanígy mindegyiknél. Na most mink van még, mondom, három lábút meg úgy, hogy mindig a valamelyik irányba döntjük, és ha egymás mellett vannak, akkor meg ennyi őket kiszedni. Potméternél, na most itt van nekünk egy potméterünk, ez a nyeles trimmer egyébként. Na ennek nem csak a három lába van beforrasztva, hanem a fém lefogatása is, ezt szippantani kell. Tehát ennyi mindent egyszerre nem lehet. Na ilyenkor van az, hogy onszippantó, amit nem mondtam, ugye, hogyha
kiszedünk egy alkatrészt, például ezzel a módszerrel, furat galvanizált nyákból, akkor a luk általában nem maradott. Na olyankor lehet azt csinálni, hogy felállítjuk így a nyákot, francia kulcssal megtartjuk, erről szippantó, erről melegítünk, és átszippantjuk a túloldalra a teljes ommaradékot, és ott lesz a luk, és gyönyörűen bele lehet rakni az új alkatrészt. Tehát ezekkel a csodákkal nem csak kiszedni lehet az alkatrészt, hanem ha javításról van szó, akkor visszafele is lehet vele tök jó bejátszani a lukba, olyan helyekre, ahol nem férsz már be kézzel, úgyhogy arra is jó, ugyancsak egy oldalas nyáknál, ha kiszedjük az ellenállást és nem bontunk, hanem javítunk, akkor ugyanúgy megtehetjük azt, akár előtte is leszippanthatjuk, ha nagyon akarjuk, de olyankor mindig ott szokott maradni az alkatrésznek a lába, mert ők is úgy rakják be, hogy belerakja a gép, aztán kicsit meghajlítja két irányba, hogy ne essen ki az alkatrészt. Ha leszippantjuk róla az ont, rengetegszer oda tapad a láb a forszemhez, és az felszokta tépni. Úgyhogy ez nem annyira vicces. Ha kihúzzuk az alkatrészt még melegen, úgyhogy még rajta van az on, akkor utána, ha utána szippantjuk le róla az on maradványokat, akkor sokkal épebben maradhat a forszem, úgyhogy hát itt is most elég jól lejött egyébként, de ha én még ezt leszippantottam volna róla, akkor még szebb lenne. Na most ezt a potmétert, mint mondtam, azt meg úgy fogom kiszedni, hogy leforrasztom, nem ide rakom, azt a két ilyen nagyobb ongugát, na nézzétek meg, itt van oldalt, itt, ott a potméternek a lába, és akkor két ilyen lefogatás, ugye bele van forrasztva a nyákba, azt még leszippanthatom nyugodtan. Most már jó páka, jó szippantó, kész, lent van. Ezt a felét is. Másik az, hogy most bontok. Úgyhogy nagyon sokan nem tudják ezeket a szerencsétlen szippantós pákákat se használni rendesen. Nem elég gyorsak, nem jó irányból szippantanak vele. Hát nekem is azért évekbe tellett, hogy már most már tudjam normálisan használni. Na, már lehet billegtetni benne a potmétert, úgyhogy valószínűleg jó lesz. Na most, ha azt a maradék három lábat kiforrasztom, akkor úgy fog kijönni, mint a stabícék, mert hogy egy sorban van a lába. Egyik irány, másik irány, egyik irány, másik irány, és már mindjárt, hát ez nem engedi egy kicsit. Gyere már! Kint van. Igen, a felfogatás nem volt annyira kegyes hozzám, és széllyel volt hajlítva ez is, tehát maga ez a két fém bizbasza, ez kicsit kifele volt hajlítva, hogy ne tudd olyan könnyen kiszedni, de itt a potméterünk, a lábai sem sérültek, de ilyenkor én mindig egyenesíteni szoktam rajta, hogy szép is legyen, és akkor itt a potméterünk épségben kijött, ennyi volt, és van egy jó potim, tudom is én hány kilómos, gyorsan meglessük, kicsit koszos, de a miénk, na mi vagy te? 103, úgyhogy ez 10 kilómos potméter. Jó lesz például modulárba, szoktam ilyeneket rakni. Eleve nyákba van, nyele van, nem kell sokat tekergetni. Tehát olyan helyekre szoktunk rakni ilyen nyeles trimmert, ahol nem tekergetjük sokat, mert ugye nagyon sok tekerést azért ez se bírja, de olcsóbbak egyébként sokkal, mint a normális csavaros felfogadható potméterek. Úgyhogy abból a szempontból jó. Itt van egy nagy szép RCA csatlakozó, ezt se szoktam leszipogni. Na most ennél lehet látni, hogy két sor lába van. Ott a két test, meg alatta a négy melegér. Na most ezt is, ugye, hogyha két sor lába van valaminek, hogy szedjük ki? Billentjük ebbe az egyik sort végig, meg billentjük a másik irányba, és ki fog jönni, nem kell szipogni. Ha bontunk, nem kell szipogni. Most például ezt a RCA csatlakozót abba az irányba fogom így összefele húzom az ujjammal, és megnézzük, hogy mit csinál vele a JBC. Melegítem ezt, melegítem ezt, melegítem ezt, melegítem ezt, és hallatszik is, hogy megy kifele belőle a láb. Már kint van ennyire a RCA csatink, és most ebbe az irányba fogom húzni. Húzom erre, és négy lábam van. Elég gyors vagyok, jövök végig az összes lábon, és nem kell vele utána szenvedni. Jön kifele, mert olyan gyorsan nem köt vissza az előző, hogy újra kelljen melegíteni. Szerintem kint van, és most megint gyorsan az első lábakat még megmelegítem. Igazából mindig amelyik irányba húzzuk, az ellentétes irányból kell a lábakat melengetni. Tökéletesen kijött. Látjátok, hogy meg van minden lába.
és nem sérült, nem tudom hány másodperc volt, szerintem egy 5-6 másodperc alatt kint volt ez a RC a csati pár, úgyhogy van most nagyon szép RC a csatlakozóm is, mert a többihez. Lényeg az, hogy így érdemes lebontani egyébként a paneleket, hogy minél vízszintesebben elférjenek. A kilógó dolgokat ki kell belőle szedni, itt is, amíg egy 1000 mikro 35 volt, az gyorsan lerántjuk róla. Ennyi volt, hány másodperc volt, számoltátok? Ez egy 1000 mikros, nem kell szippangatni. Oda gyűjtöm, oda gyűjtöm. Jó, meg még ezt is kiszedem, ez nem tudom mekkora. 470 mikro 35 volt. Azt hiszem ez az. Sacra. Ma, hogy ilyen bazi nagy nyákon, érzem, hogy hol van a két forszám. Nem is nézem meg a túloldalt, csak ahol fogom, ott kb. Itt vannak a forszemek, meg van, hogy mellé nyúlok. Na most itt egy 470 mikro 35 volt, ez is mehet bele oda. És le van bontva a panelünk, igazából ilyen 2 centinyire, így már könnyen tárolható, nem lógnak ki belőle dolgok. Most itt van egy régi erősítő panel, hát kerámia kondik, azért nem szedegetem le róla a kerámia kondikat, mert ma már szinte csak fóliát használok. Van ahova rakok néha kerámiát, ugye a kerámia nagyon hőmérséklet függő kondenzátor, hidegíteni nagyon jó, tehát tényleg ilyen szűrő tagokba esetleg, de ahol például a frekvenciát kell szabályozni, oda nem jó, mert abszolút a hőmérséklet függő, állandóan mászkálni fog. A modulárnál kellett rájöjjek, hogy amikor az oszcillátorokat gyártottam, hogyha nem, például ez a Vima fólia kondi volt benne, akkor mászkált össze-vissza a frekvencia. Hozzáértem, már ment föl, ha mondom, még ilyet. Na itt vannak például kiálló diódák, itt egy gréchíd. Na most azt simán megfogjuk egy ilyennel, és már jön is kifele, most ezért ki fogok szedni minimum egyet, hogy megmutassam, így rárakom a csipeszt a diódára, és húzom arra, a panelt így kézzel megfeszítem, azaz, hogy megtartom, melyik volt az? Talán ez az a láb, már kint is van, ennyi volt, kint van, egy lába a diódának. És itt van vele szemben a másik, lehet eldobni a nyákot, megvan a diódánk. Tehát ennyi, egy diódát magunkével tenni, úgyhogy így tudunk kiszedni, főleg ezek a magas alkatrészek tök könnyen kijönnek. Itt jön egy sajnos lötyögős kondi, látszik, hogy ki van törve a nyákból, de nincs, amíg a nyák sincs feltörve, hanem szerintem ez is az a betegség volt, mint a Sonicnál ez a forrasztási elégtelenség, ez a hullámforrasztás ennyit bír. És akkor van egy 1000 mikro 16 voltos. Mi vagy te? SMT. SMT kondi, nem tudom milyen márka ez. Megmérjük, mit tud. Nézzük, ez sem mai gyerek, ez valami erősítőnek volt a valamije. Szerintem még a Fisheremé. Az nem mai gyerek, szerintem az 30 éves erősítő alsó hangon. Na nézzük meg, egy 1000 mikro 16 volt, mit tud most. Nem biztos, hogy jó ez még bármire is, de mindjárt meglátjuk. És mondom, analóg rendszerekben nem annyira számít az ESR. Na. Hát ez már annyira nem jó. 943 mikroforád, 1,1 ohm. Az 1,1 ohm azért 1000 mikrónál. Hát még kicsatolónak is hozzáadunk még egy ohmot a hangszóróhoz. Úgyhogy ez nem annyira szuper. Ha most nem megy lejjebb, mert formázódott egy kicsit, akkor összetekerem a lábát és megy a kukiba. Na nézzük, mit mutatsz, tesó. Ilyenkor rendesen rá kell nyomjam, hát egy fokkal jobb lett. 946 mikro, 058 ohm. Határeset. Nem tudom, na majd lesz vele valami, nem dobjuk ki egyből. Még majdnem jó, mondjuk úgy, hogy még majdnem jó. Na, akkor nézzünk ezen egy, hát tranzisztor kiszedést már láttatok. Ott az a tranzisztor például, nem, egy sorban van a lába, nem tudom megmutatni a három lábú kiszedés, pedig az nagyon jó. Az lesz, hogy itt van egy TC 4042-es IC, ez egy CMOS IC, azért TC sorozatú, mert Toshiba gyártotta. Nézzétek, csak itt találom, nem tudom, látni fog, remélem látni fog. Toshiba TC 4042. Látszik onnan? Remélem. Na most ugyanígy vannak benne 4066-ok. Az ugyanúgy, mint a CD gyártmány. Ezek egyszerű CMOS IC, csak ezt a Toshiba gyártotta. Na most ez kétszer 7 lá... 8, ez 2x7 a 4066, megnézzük, mire jó a 4042. Na, ezeket lehet kiszedni ezzel a csodával, ezt a múltkor kaptam, ugye? És
lebontottam vele egy nagy rakás nyálkot. Itt van egy csomó IC. Gyerekek, itt van egy csomó IC. Ezeket mind ezzel szedtem ki. IC-t kiszedni, amíg nem így volt, addig én is azt csináltam, hogy valamivel megfogtam az IC-t. Általában nagyon nehéz csipesz lecsúszik, ezzel a vacakkal nem tudod annyira feszíteni. Ott, hogy a lábai alá drótot fűztem, és húztam az egyik irányba, és akkor a pillanat pálkának van olyan vége, van olyan cekászom hozzá, ami kijön, meg van szépen ilyen egyenesre U alakba, de nem görbe U alakba, hanem ilyen szögletes négyzet alakba meg van hajtva a vége, és egyszerre a hét lábhoz hozzá tudtam nyomni, és akkor tök jól le lehetett róla pattintani. Na most ezzel meg nagyon jól meg lehet fogni az IC-t. Na most ezt a 40-66-ot fogom szerintem így megcélozni, megpróbálok rárabolni, hát ha alá megy. Ha alá megy rendesen az IC-nek ez a kütyű kiszedő, akkor szépen belefekszik. Na most ezt is hogy szedjük ki? Két sor lába van. Egyik irányba feszítjük, másik irányba feszítjük. Ezzel a cuccal, ha itt kézzel összefogom, akkor tudom feszíteni. Ha ezt a lábsort akarom melegíteni, akkor ebbe az irányba kell feszíteni, hogy az a lábsor egyszerre kibukjon onnan, és ehhez bizony már mit használtam. Erre jó, most nincs itt 200 volt, meg 100 akárhány volt. Úgyhogy simán csak jók azok a forszemek, csak majd jó lenne, hogyha melegítené is a pálka. Egy kicsit meglocsolom ezzel a forrasztóolajjal, és nézzük meg, hogy hogy jön ki a JBC-vel. Szóval most feszíteni fogom abba az irányba, és a, itt talán látjátok is, és egyszer elkezdem sikálni a lábait, hogy mindegyiket megolvassza. És közben jön felém a füst. Na most, ha elsőre nem adja magát, kénytelen vagy plusz ohmot használni. De nem adta magát, nagyon kevés ohm van rajta, és az se túlságosan barátságos. Akkor egy kis plusz ohmot sajnos bele kell áldozzunk. Lehet, hogy emennek is adok. És így már viszont szépen fogja vezetni a hőt a pálka. Na most újra feszítjük. Plusz ohm segítségével már kint is van a fele. Már kint van a fele. Na most a másik irányba feszítem lefele. Hát így nehéz, úgyhogy megfordítjuk. Úgy feszítem arra, és sikálom a lábait. És ennyi idő alatt, itt még nagyon tartja, milyen az IC. Nem tudom hány másodperc volt, megint csak másodpercekről beszélünk, ennyi idő alatt nem lehet beforrasztani egy IC-t, mint amennyi idő alatt ezt kiszedte. Tehát ennyi a lényeg, hogy rá kell néha dolgozni egy kis plusz onnal, mert nem jön ki, nem tudja átadni a hőt a pálka. Forrasztás technikai videót még nem csináltam, nem tudom akarok-e. Nagyon sok turpisság van egyébként, hogy hogy érdemes meg hogy jó forrasztani. Nem is tudom, hogy akarnék-e csinálni egyet, de majd megírjátok a kommentbe, hogy akartok-e forrasztás technikai. Hogy én hogy forrasztok. Nem is az, hogy máshogy csinálja, én hogy forrasztok. Na most itt van, nézzetek meg a szép IC-nk, az összes lába megvan. Ide a kék háttérrel a saját púcsimmal mutatom. Gyönyörűen meglett. Ott van Toshiba TC4066, gyönyörű szép IC. És most már ilyen nem is van, és ennyi volt kiszedni, ide bedobom. Ha még kiszedem ezt a 40-42-t, nem tudom mire lesz jó, ha megnézem mi az. Nem tudom fejből sajnos az összes C-most, ez is egyből rárabolt, úgyhogy gyönyörűen tartja. Most adok neki olajat is, elsőre, és akkor majd lehet nézni, hogy hány másodperc kiszedni egy ilyen IC-t. Kis olaj. Meg egy kis ón. Egy kis ón is kell, mert a hőátadás. Mert az olajjal ugye csak folyékony lesz az ón, de itt nincs rajta annyi ón, hogy folyékony legyen. Jó, nézzük hát elég. Na akkor kezdjük. Ide feszítem, ide. És akkor feszítem arra. Egy. Most amarra feszítem. Na, én vagy. Hány másodperc volt? Volt 5? És 2x8 lábról beszélünk. Visszagörbítem. Bontunk, tehát nem szipogunk, bontunk. Bontásnál nem kell. Ki lehet ezt egyesével a lábait szipogni, csak minek? Nem jó helyen van ott a forrasztó? Még a lábán is maradt egy kevés, azt lehúzzuk róla. És kész. És van. 1.40.42. Majd megnézem, mire jó. Mert azért vannak elrakva C-mos IC-im rendesen. Az se lehetetlen, hogy a
azt a szortimentet tele fogom rakni 74-es sorozatú, meg 40-es sorozatú IC-kkel. Na itt van, gyönyörűen megvan az összes lába a 40-42-nek, de itt is meg tudom mutatni. Itt a Toshi Bank 40-42 BP, ott az összes szép láb, meg itt az összes szép láb vonozva. Úgyhogy ennyi kiszedni egy IC-t, tehát ha bontunk, akkor nem számít, hogy utána a nyáklap úgy ennyi, de nem is sérül a nyák se, látjátok? Látszik? Remélem látszik. Nem sérül a nyák se, csak egyszerűen kiugrik belőle az összes láb. Ha akarom, utólag le tudom szippantani róla az összes ont, vagy akár szalaggal le rántjuk róla az ont, és mehet bele akár az új, tehát javításnál is lehet ezt a módszert használni. Nem muszáj. Az a baj, hogy ahányszor olvasztod a forszemet, annyiszor fog még jobban följönni, és a ragasztó alatta megolvadni, és egyszer csak a forszem föl fog tépődni onnan. Minél gyorsabban ki akarod szedni onnan, annál jobban túléli a nyáklap is. Na és hogy mi is a lényeg, ott azt a dobozt látjátok hátul, abban vannak azok a nagy panelek, amiket kaptam, ezek a klímakültéri alaplapok. Na most azokat fogom én lebontani, mert hogy azok tele vannak jó alkatrészsel, és a baj az, hogy hatalmas helyet foglalnak, meg kilógnak belőle nagy kondenzátor. Például itt van ez a nyák. Ez így teljes magasságban vagy 6 centit elfoglal minimum. Szerintem annyit biztos. Na most ezt, ha én jót akarok magamnak, lebontom, azt mondom, hogy ennek a kondinak a szintjére. Hát még ezt az ellenást is simán kiszedhetem. Na, akkor nézzük meg a nagyot. Ez a széles lábú snapping kondi, hát leragasztva nincsenek, úgyhogy valószínűleg gyorsan kijön. Hát ehhez viszont szerintem kell ont használjam. Na most erre nekem van vastag ónom. Ilyen vastag 2 millis ón, ez ezért van, ezzel szoktam feltölteni dolgokat, vastagítani vezetősávot. Na most ebből adunk ide egy kicsit, mert ha nem adok ide plusz ont, akkor a páka nem tudja átadni a hőt a forszemnek, mert nagyon kevés ón van rajta, mert a hullámforrasztásnál spórolnak. Na, így, hogy egy kicsit megtuningoltuk, technika ugyanaz, húzom arra, ezt a lábát melegítem, reméljük, hogy átmelegíti hamar ez a páka, aha, már kijebb van, nem jött ki teljesen, kicsit egy kijebb ment, a másik feszíti még ilyenkor. Akkor most amaszt kell melegíteni. Lehet érezni, hogy meddig lehet húzni. Ennyi. Nézzük, emezzel. Már kinn is van a kondenzátorunk. És megmaradt a lába. Jó, ezeket a szegecselt lábakat szerintem nehéz tönkretenni. De ott van, meg van minden lába gyönyörűen. Mi van? Már egy szép. Jó, de szép vagy. 470 mikro 450 voltos gyilkos kondenzátorom. Szedjük ki gyorsan a másikat. Tehát sokszor rá kell segíteni sajnos a hullámforrasztás miatt egy kis plusz onnal, de ahhoz, hogy vigye a hőt, ahhoz kell hővezető anyag, és a pákát hiába nyomjuk neki a lábának, ha nincs rajta ón, ami vigye a hőt. Külön van másik is. Nem szipogunk, húzzuk. Húzzuk, görbítjük, és lesz. Szuper, snapping, konding, 470 mikro, 400, mekkora jó kondiaim lesznek. Már alacsonyabbak vagyunk, ezt a trafót is ki kell szedni, hát ez csak egy együttemű transformátor. Kis kapcsi, nézzük, UC van benne, vagy mi van benne? Lelakkozva? Nem valami. Mi a fene ez? A606-1H-SK-0D1Z, na valami speckó. Speckó, együttemű, biztos, hogy fönt van a neten. Együttemű kis tápvezérlő IC. Na most a következő legmagasabb, ez a szép nagy dupla szűrő tekercs. Ennek is kell egy kis pluszon, már látom. Tehát ezt azért ráadásul ilyenkor, hogyha ilyen nagy felületek vannak, eleve ahova beforrasztva van nagy felület, oda kell páka teljesítmény is. Na jó, ezzel a JBC-vel eddig nem volt gondom, de ezt simán már a 180 wattos parkside-ossal csinálnám. Na most ezt, amikor így van négy láb,
akkor úgy szoktam kiszedni, hogy ezt a szép nagy tekercset ebbe az irányba húzom, tehát mindig kettővel játszunk. Ebbe az irányba, ha húzom, le van ragasztva, nagyon jó, ebbe az irányba húzom, és ezt a kettőt felváltva melegítgetem, mert el fogja engedni. Nem azonnal köt vissza az ón, és hogyha elég gyors vagyok, és azt megolvasztom olyan gyorsan, akkor gyorsan átugrik, és egyszerre tudom mind a kettőt. Ezt ha már elkezdi megolvasztani, gyorsan átmegyek erre, nem fog visszahűlni ilyen gyorsan, és szépen kin is van, és már két lába kint van. Lehet látni, hogy már nem egyenes. Most átfordulunk, húzom emelre, mert húzni egyszerűbb, mint tolni. És akkor melegítem ezt a lábát. Aha, már folyik. Majd ezt a lábát. Majd ezt a lábát. Majd ezt a lábát, és kint van, ennyi a tekercs. Hát egyik lába még itt félig bent van, de bocs, mind a kettő. De kint van a tekercsünk, és nem meleg. Ennyi idő alatt nem melegítettem föl annyira se, hogy hát, mint a baja lenne, de az ujjam se bánta. És ott van a négy lába. Tökéletes állapotban, és ez egy jó nagy áramú szűrő tekercs, két ágra, bármire is jó, és megint laposabb lett a nyáklapunk. Na most nézzük meg ezt a trafót. Megint csak ott tartunk, hogy két sor lába van. Nézzétek, de ide is rakom a mikroszkóp alá, ott lehet látni egy sor láb, két sor láb. Tehát ez a egyik sor, ez a másik sor. Remélem látszik valamennyire. Tehát két sor lába van, belevillan. Na most az csak úgy lehet, hogy ezt a sort melegítem, ezt a sort melegítem, és akkor megyek át az egyikre a másikra, és ha azt akarom, hogy vigye is a hőt, akkor bizony sajnos kell egy kis plusz ónt beáldozni erre. De ezek a vastag ónok, bádogos ónna, jó, azért nem, erre pont jók egyébként. Kicsit adtam mindegyiknek, hogy vezesse a hőt, megint csak hozzám közelebb lévő irányba húzom a trafót, és reménykedjünk benne, hogy túléli. Na most egyszerre, hogy nézem, két lábat is átér a JBC, tehát egyértelműen kész, ennyi volt, kint van a fele, lehet látni, hogy ki is görbítettem. Most átfordulok, hát így nehezebb tartani, de ez már csak ilyen, ez ilyen mindenhova tartasz meg nyúkász szakma. Melegítem a másik négyet, és kint van a trafó. És ott a trafónk. Nem keresse, nem tudom, amúgy se lesz jó semmire, egy együttemű magot én nem szoktam használni szinte semmire. Na most, nincs ebben relé, de van itt egy relé. Há, relé, a relét jó kiszedni. Hát szippantani is lehetne, de másik az, hogy ez ugye furat galvanizált két oldalas nyák. Itt a kis relénk, ez a szép fekete. Itt van négy láb, tipikus egy áramkörös, csak zárós, itt van a behúzó tekercs, két kivezetése, és itt a morzés. Mindegy, az se érdekel minket, akkor három lába van fönt, hogyha morzés. Na most megint csak ott tartunk, hogy itt van három láb, itt van kettő. Hogy szedjük ki? Két sorban vannak. Megint csak két sorban vannak. Sok mozgástere nincs a relénknek, mert ebbe az irányba is egy olyan 3 mm-t, meg emelre kettőt lehet talán feszíteni, de majd szépen ki fog jönni. Nem a harmadik láb, az nem is oda tartozik, tehát négy lába van. Csak záró érintkezős. Meg kell nézni, hogy merre lehet őt feszíteni úgy, hogy billenjen. Na most megint csak kell sajnos adjak neki egy kis ónt. Nem sokat. Igen, van elszippantóm. Tudom. És fogom magam, megint most lefele fogom feszíteni. Hát, talán egyszerűbb, de nem biztos. Lefele nem fog kijönni teljesen, a 2 mm miatt. Lefele feszítem. Egy láb. Két láb, már hallom, hogy recsen, elindult kifele, de nem tud nagyon jönni, mert nincs hova. Már neki húztam teljesen ennek a kondinak. Lehet látni, hogy ez már amara nem jön. Na most akkor ide beakasztjuk a körmünket, és elkezdjük amara tolni. Hát most ez ilyen tényleg műtét, de nem kell szenvedni a furat galvanizálásból való kiszippantással, ami igen nehéz. Most már billentettem a túloldalra, most megint nem erre fogom feszíteni, de kijebb van a lába, tehát máshonnan fog billenni. Kint van a lába, akkor most ezt a két lábát melegítem, egyik, másik, és már ugrott is. Az a két lába már tuti kint van, most amarra feszítem, és már néznem se kell, mert érzem, hogy hol van.
most emelre, és szerintem mindjárt az enyém a relé. És minden négy lábon, még erről le is szedjük az ont, erről is, erről is. Tessék, hú. Ott van mind a négy lába, megvan a kis csoda relének, és akkor van nekem egy, milyen relém van, nézzük. 16 amper, vagy csak 10? 16 amperes, 30 volt, na jó, nem csak ott van 250 is, és a behúzója egyértelműen 12-es, ott van 12 a spúle, ott van most látszik, jó, 12 voltos behúzó egyen, és 16 amper 250-et, és csak záró. Tehát van egy jó kis 16 amperes relém. Ez már az enyém. Nem olcsók, ez egy ezres minimum. Tehát akkor már csak szedjük ki, nem? És nincsenek sem baj. Ezek amúgy még majdnem új panelek, azt mondták. Csak megdöglött bennük a százlábú. Itt ez a kis ellenállat, meg ez is, meg ez is, meg is. Ezek jó, jó kis teljesítmény, 5W-os teljesítmény ellenállások. Hát ezt a bordát majd mindjárt leszedem valahogy erről a másik IC-ről. Ugye kettő darab ilyen háromfázisú. Mi ez? Teljesítmény bigyóról van szó. Itt ez a kisebbik, ez valószínűleg a belső, a beltéri ventilátor is szabályzott volt. Hm. Vagy a kompresszor. Lehet a kompresszor is. Hát, hogyha ezek ilyen, mi ez? Inverteres klímák voltak eleve, akkor lehet, hogy a kompresszort is szabályozza, hogy ne annyival menjen, és akkor az egyik a kompresszori, másik a ventilátori. Lehet, hogy ez a kompresszori. Ki tudja, hogy melyik vesz többet. Majd megmondja, aki akarja. Ezek egy PTK, de jó. Minden van ebben, minden van ebben. Szóval ezt az hűtőborát mindjárt leszedjük. Lehet, hogy az jön. Az... várjál, csavarozott, az jó. Az jó, azt szeretjük, ha csavarozva van. Majd a... caknyi-maknyit leszedem róla. Na, csavar kint. Amit lehet, persze csavarozhatunk. Hát, ami azzal van össze, akkor meg főleg. Lesz szuper kis hűtőbornám mindjárt. Aztán szerzek egy kis budipapír darabot, és hoppá, kenyed össze. Na, lett egy ilyen szupi kis hűtőbordám, látjátok, és ez se lóg már kijebb. Most szerzünk egy kis budipapír darabot, mert az arra jó és olcsó. És a taknyi maknyit persze leszedjük róla, hogy ne kenjen össze semmit. És akkor lesz egy ilyen szép hűtőbordánk, ami bármire is rászerelhető. Meg erről is lesz egy, és akkor... és akkor ezt félretesszük, mert jó lesz még. És ott van alatta az itce. Nem fog látszani szerintem. Na, mi vagy te? Tudti, a túloldalán van a felirat. Vagy... nem látszik. Tök mindegy, nem látszik. Az is egy, lehet látni, ez is egy tuti ilyen háromfázisú motor driver IC. Na, kilóg még ki. Kilóg ez a PTK. Tévékben volt ilyen. Ezek indították hajdanán a lemágnesezést, csak annak három lába volt. Ott egy hőmérséklet, két hőmérséklet függő ellenállás volt egymásba rakva. Az egyik PTC volt, a másik NTC volt. És akkor átfolyt rajta az áram, hogy volt, és felmelegítette a másikat. Először így amannak kicsi volt az ellenállása, majd megnőtt. És ezért a lemágnesedő tekercsre ráindult egy jó nagy áram, majd lecsökkent, és akkor onnantól kezdve már nem volt mágnesezve. Ez ugyancsak valami ilyesmi móka, hogy sorban van kötve valószínűleg valamivel. Ennek nem adok pluszont, mert nem féltem. Ezt is szépen megmelegítjük egyik lába, másik lába, mert megint két lábú dologról van szó. Mint a kondit, ugyanúgy. Feszített egyik irány, másik irány, majd valamire jó lesz. Meg is nézem gyorsan most, mekkora a hideg ellenállás ennek a valaminek. Bocs. Ugye ezek arra jók, hogy sorba kötjük valamivel, és akkor hidegen még nagy az ellenállása, és ahogy melegszik, csökken az ellenállása, és így nem fog korlátozni, de bekapcsoláskor egy ilyen lágyindítást végez. Hol vagy itt vagy? Na, nézzük, hány ohmos ez a valami. Aha, 53 ohm. Na, és ez, hogyha felmelegszik, meg folyik rajta az áram, elvileg megy le. És annál kevésbé korlátoz. Hát ez is egy jó fajta
lágyindítási módszer egyébként. Jó, akkor ide raktam, lehet a fenébe. A következők a nagy ellenállatok, az 5 wattosak. Megint csak kétlábú. Feszítem egy... Ó, ne! Hát hol van? Az itce alatt. Nem akarom kiszedni. Hát akkor a mellette lévőt fogom kiszedni. Csak hogy... Már lehet látni, itt már lakkozták egy kicsit a nyákot. Menjünk vissza. Nézzük, mekkora ellenállat. Az igen! 5 watt, 15 milliohm. 15 milliohm. Hát ez olyan sönt volt, hogy csak na. Tehát ez egy mérősönt, gyerekek. Ott van rajta 5 watt, 15 milliohm. Hát ilyen ellenállattal se sűrűn foglalkozik, meg találkozik az ember. Nézzük a másikat. Hát, ha ilyen ellenállások lesznek benne, ez nagyon jó. Hát ez mérő ellenállásnak. Pont alatta van a három lábunknak, akkor viszont erről meg letámadjuk róla ezt a szerintem IGBT-t. Na most ezt így, ha be van görbítve, nehéz, úgyhogy kénytelen vagyok visszagörbíteni egyenesbe. És megint csak az lesz, hogy itt a három lába, kettő lábát fogom egyszerre melegíteni, és abba az irányba húzom, amerre nem melegítem. Átéri a pálka egyébként simán a két lábat, főleg egy ekkora fejjel. De a pillanatpálkán meg főleg átérte eddig, úgyhogy nem hiszem, hogy sok hátrányt szenvedek így a JBC-vel, és két láb már kín is van, lehet látni, hogy csália. Eszköz, GDS, úgyhogy ez FET, nem is IGBT. Már itt van feliratozva, csak azért mondom. Másik irány. Gyereki tesó, még az egyik lába benne van a középső. Aha. Jó. Ennyi volt kiszedni, szipogás nélkül. Kiegyenlengetjük, meg plusz ont azt lecsapjuk róla. A módszert még a suliba tanultam, a gravitációs ónel távolítást. Még most forró, azért nem izélgetem. Jó. Jó, és akkor van egy igöbötönk, ja nem, bocs, fetünk, mert hogy GDS a nyákon a felirat, úgyhogy van egy, mink van. Van egy 50JR22-nk. Toshiba, de ez legalább gyári Toshiba igazi. Ez legalább gyári Toshiba. 50JR22. 500 volt, 22 amper. Na majd beütöm a végén. Googly bácsiba van egy elvileg jó fetünk, de fetet ugye be lehet mérni műszerrel. Már mutattam. Nézzük meg, mit látok. Hát nem zárlatos, nézzük, nyissuk ki. Nem tudom kinyitni. Ha műszerrel nem tudom kinyitni, akkor az azért van, mert nagy feszültségű. Csű. Nem baj, akkor kinyitjuk elemmel. Ide meg ide. Kinyitotta. Ennyi. És ha hozzáérek, abba adja. Na, nyisd ki. Kinyitotta. És lezártam. Ez egy jó fet. Na, erre jók ugye a használt elemek, ezt már mondtam. Ilyen dolgokra is jók a használt elemek. Van egy szuper, nagy feszültségű mosfetünk. Ott van rajta, igen, GD. GDS ott van rajta. És akkor mellette már, ja nem, most kiszedjük az ellenállást, mert ez útba volt. Nézzük, milyen ellenállás van itt mellette. Hú, itt már nagyon lakkozva van az panel. Aha, ez a baj. Ha lakkozva van a panel, akkor ugye nem vezeti a hőt, és nem tudja megolvasztani az ont. Egyik láb. Na, másik láb. Na, ennyi az ellenállás. Kiegyenesítem a lábát, és megnézzük, hogy mi vagy te. Ez is, de jó! 5 watt, 15 milliom. 15 milliom. Hát azon olyan pici feszültség esik, hogy ott milyen áram folyhat. Fú, ezek is egyébként akkorák. Na most meg kell, hogy súgjam, hogy ezt az IC-t, mivel hogy alattól átfúj a szél. Nézzétek csak. Alatt átfúj a szél, tehát nincs beültetve tökik. Én úgy szedtem ki a múltkor,
hogy fogtam magam és simán elcsíptem alul a lábát. Mert hogy olyan hosszú lába van lefele, hogy bármikor én ezt még nyákba be tudom ültetni, ha elvágom a lábát akkor is. Na ilyet is lehet csinálni, hogyha elég hosszú lábban megengedve, ugyanis ennyi össze-vissza lábat nem lehet egyszerre kiforrasztani, kétoldalas, furat, galvanizált nyákból. Jó, van akinek van nagyon jó, nagyon szuper szippantós párkája, és egyesével minden lábat ki tud szipogni, én meg nem szoktam bele tökölni, hanem megvágom, vagy itt végcsipkedem, ezeket megvágom, és kihajlítom, és ennyi az IC. És legalább annyi lábhosszom maradt, hogy az még egyszer beforrasztható bárhova is. Így van, tehát lesz egy 3 mm-nyi lábam a tokozástól lefele. Úgyhogy ilyet is lehet csinálni, ez nem vandálkodás, de lehet, hogy kiszedem ezt az IC-t most így poénból. Most van nekem egy ilyen oldalcsípőm, ugye nem olyan, mint a sima, ennek totál ilyen síkban van az alja, és teljesen lentig lehet vágni. Úgyhogy az lesz, hogy most itt megvágdosom a lábait. Ha eléggé megvágtuk, akkor már lehet hajligatni, nézzétek. És ugye, ahol megvágtuk, ott fog eltörni. Majdnem egyszer az összes láb, már csak egy láb tartja, még annyi se. Na. Kint van. És az összes lábom megvan, csak kicsit kósza, de nem maradt ott egy láb se. Úgyhogy ezeket lehet ilyenkor igazgatni. És minimum 2 mm, hanem több, inkább 3 a toktól lefele a lábhoz, úgyhogy ezek újra felhasználhatóak, újra berakhatóak bármibe. Azt nem tudom, hogy miért volt ennyire megemelve, hogy ott is hűljön alulról, de alulról semmi nincs. Tehát hűtőfelület a tetején van, mindegy, kint van az IC, ezeket a felső lábakat is oda lehet hajligatni, és van ilyen IC-m még egy, amúgy már kiszedtem, mondom, vagy 4-5-öt. Ezt most már benne fogom hagyni persze a többibe. Csak most megmutattam, hogy így is ki lehet szedni. Kicsit vandál, de célnak megfelel, meg ilyen esetben igazából, mivel hogy nem sérül az IC, gyere már le. Nem sérül az IC, meg újra hasznosítható lesz. Ilyenkor szerintem ez bőven belefér. Az se lehetetlen, hogy valaki nekiállja szipogni, jófajta szipogós pálkával tönkreteszi a hővel. Tehát minden lehetséges. Így meg igazából melegítés nélkül jött ki, ha eddig működött, ezután is fog. Hát annyira szépen nem sikerült visszagörbigetni a lábait, de majd ha akarom, akkor visszagörbigetem. Jó. Tehát a lényeg az, hogy a lábak minimum 2-3 mm-re vannak a toktól, és innentől kezdve ez bármikor, tehát lehet látni, hogy most ide, ha felfekszik, mire fektessem föl. Tehát ha erre ide felfekszik, lehet látni, hogy alatta megint csak átfúj a szél, tehát hogyha ezt teljesen beültetem panelig, akkor átér a túloldalra az összes láb, és újra beforrasztható. Úgyhogy van egy ilyen szép kis bogaram, tök aranyos, nem? És hogy meglássuk, hogy mi ez. SK, Sanken japán gyerekek, ilyet gyárt a Sanken, tök jó. Sanken japán SCM 1242 MF. Ilyen háromfázisú driver, tök jó. Ezek ilyen 15 amperes csodák. Na ezt is eltettük, és a lényeg az, hogy innentől kezdve kiszedtem, hozzáférek a 15 milliómos ellenállásaimhoz, amik remélem, hogy nem innen fognak kijönni. Kell a pluszón. Ez valami forrasztásgátlós lakos itt már, nagyon úgy nézem. Azt lehetett, hogy eddig is rajta volt, csak ugye beónoztam azt azzal. Vagy ha nem is forrasztásgátló, de valamilyen csúnya lak van rajta, ami nem engedi, hogy elsőre kiszedjük a tuti 15 milliómos 5 wattos. Hát de mekkora áram folyhat ezen? Hát ez nagyon jó. Majd lehet visszaszámolom, 15 millió és 5 watt. Na szedjük ki másikat is.
Hát I négyzet szerel. Ugye? A P. Tehát az 5 watt az I négyzet. Na, visszaszámolom majd, ha akarom. És ez is egy 5 watt 15 millió. Tök jó. Tök jó. No. Ki van még? Nézzétek, csak egyre laposabb. Már tök jó tárolható lenne. Ez a két nagy kondér, ezek nagyon útban vannak. Nézzük meg, hogy a csúnya forrasztón megolvad-e rá így a lakon keresztül. Hát nehezen. Ennyivel nehezebb. Nyomom, és semmit nem csinál. Nem jó. Na, ilyenkor segítünk rá. Kis pluszonnal az átolvasztja. Ezt a lakot, ez simán. A forró olvat ón ezt a lakot már simán átégeti. És amint látjuk, hogy befolyta a lábat, onnantól a miénk. Na, nézzük így, hogy kapott pluszont. Egy láb. Két láb. Ennyi a kondi. Ott a két lábam. És nézzük, hogy mit nyertem. 470 nano. 105. Egy mikro. Az tök jó. 105K. Egy mikro és 275 volt X2-es. Még akár hangváltóba is jó. És nézzük már meg, hogy hát a zsírúj panelek ezek. Az a baj, nem tudom nagyon normálisan megmérni ezzel a valamivel. Mert távol van a lába, úgyhogy csak ilyen közvetítéssel lehet, hogy ide fogom a csipeszt, meg ilyenek. Megnézzük azért gyorsan, hát megmutatja, hogy mekkora a kapacitásom. Na, ennyi időt mérjed meg. 996 nanofarád. Látszik? Majdnem megvan az egy mikróm. Nagyon jó. Ez egy közel egy mikrós kondenzátor. Van ilyen is. Szedjük ki a másikat is gyorsan. Valószínűleg legalább ilyen állapotban van. Ezek ugye a szűrő előtt és után voltak, a nagy szűrő tekercs. Előtt és után voltak, megint csak 2 másperc alatt kint volt a kondi. 105K, 275 volt X2. Nagyon jó. Gyerekek, szuper egy mikros kondiaim lettek ingyen. És ott van még szerintem vagy 20 darab. Minimum. Jó. Jó, József város. Mit szedjünk még ki? Ezek itt micsodák? Relék, hoppá! Ezek a kis feketék, azt hittem először, hogy kondenzátor, közben nem. Relé, nézzétek meg csak közelről. Ott van két lába, az a behúzó, ez meg a két záróérintkező, vagy ha ez alá teszem, akkor itt is lehet látni, ott, itt is van a rajza. Ott a záróérintkező, ott meg a behúzó tekercs. Na most egy csíkban van három láb, és különálló láb van még egy. Na most ilyenkor a különálló lábat melegítjük először, és emelre húzom. Emelre döntöm az egész ícét, remélem, hogy megolvasztja, megolvasztotta kicsit. Most jön a másik három láb, de lehet, hogy ennek is adnom kell ónt, mert katasztrofális az a zón, amivel gyárilag forrasztották. Segítünk rajta. Hát sajnos így pazaroljuk a forrasztónt, de egyik már meg is van. Kint van a relém. Kósz a lábakkal, de mindjárt leszedjük róla az ont. Vá. Spongyabok tele van. Jó. Hát, még van mit leszedni róla. Oké. És van egy szupi relém, mindjárt megnézzük, hogy milyen. Mondom, 12-es ez is. Na. Összes lábam megvan, de itt meg is mutatom. Ott van két láb, meg még két láb a behúzó, és ő egy Sanyó! 5 amperes, 250 voltos, 12 voltos behúzóval, benne van a nevében, ott van 112 DM. Tehát ez egy 5 amperes, csakzáró érintkezős relaj. Nem tudom, mennyire fog látszani ez a mikroszkóp. Egy ilyen relét kiszedtem. Kiszedem akkor már a másikat is. Tehát ezek a tök jó kis lapos reléket, bárhol elfér. Tök jó. Mire nem jó egy 5 amperes csakzáró? Mindenre is? Ha nem? Biztos, hogy egy ilyen relé ugyancsak van, vagy egy ezres. Na nézzük. Húzom erre. Majd olvasztom a másik három lábat. Ez nagy felületű nyák fóliában van, azért jön nehezebben, azt mire átmelegíti,
Már kifele is húznom kell, mert nem engedi. Á, meg vagy. Meg van minden lába. Meg. Se volt sokkal hosszabb, de ebbe a széles vezetősávba volt benne itt ebbe. És az ugye viszi el a hőt. És a kis GBC is korlátozott teljesítménnyel bír, meg hát utol kell érje magát, fel kell melegítse. Ennek is megvan. Ott van két láb, meg ott van két láb a behúzó. És ez megint egy ilyen sanyó, 12 voltos 5 amperes. Tök jó relé. Mert a többihez. Jó, akkor azt mondom, hogy erről a panelről egyébként nagyon sok szép arany színű negatív lábbal ellátott, szerintem télapó kondi van benne. Azok általában nagyon lóverser kondenzátorok. Na most itt van még egy csúnya nagy gréchíd. Ja, meg ez a dióda. Ezeket csak szedjük ki. A grécet se könnyű kiszedni, de ugyancsak el kell játszom, hogy kihajlítom, mert megdöntve nem nagyon lehet hajligatni. És ennek tuti, hogy kell plusz ón. És itt azért 4 lábról van szó egy csíkba. Nagyon vinni fogja a hőt. Ezeket szoktam egyébként, mondom, na ez is le volt lakozva, most én látom is. Ezeket szoktam a 180 wattos Parkside-dal nyomni. Na most ezt a grécet is ebbe az irányba fogom húzni, és azt a 3 lábát próbálom meg először megolvasztani kicsit, azaz nem a lábát, hanem a forrasztónt rajta, hogy mozduljon kijebb. Nem egyszerű, ám már kint is van, és ott van 3 láb kint van. És jön a negyedik. Gyere ki, tesó. Jó, van egy grécünk, de csúnya, ónos. Ez amúgy ilyen hőálló PVC. Vagy legalábbis még eddig nem nagyon tudtam kiégetni. Csak kifúrni. De az jó sikerül. Itt volt, hogy megfúrtam. Jó. No, van egy gréchidunk. Nem tudom, hány másodperc alatt jött ki, de szerintem olyan 5. Megint csak. Úgyhogy mondom, én nagyon sokat bontottam már. Ezt azért meg kell a fogásokat tanulni, és utána már könnyen fog menni. Nem lett sokkal jobb. Na mindegy, itt a szép grécidunk. Nézzük, hány amperes 25-ös. Satszolom a 25-öt. Hát nem, mert ez 15, szerintem a D15XB80, ez 800 voltos 15 amperes lenne. Majd megnézitek, ha akarjátok, de az 15-ös lesz szerintem. És akkor van egy szuper 15 amperes hűthető gréchidam. Ez is biztos vagyok benne, hogy 4-500 forintnál kezdődik. De még Kínába is. És van egy ilyen grécünk, túloldalról még a egy szál árva, de teljesen szigetelt okozású dinyódát kiszedem, hát ezt megolvasztja, és nem kell plusz ón, hát nehezen, de jön. Sokkal nehezebb, ha nem adunk neki friss ónt, de kijött. Jó. Oké, és ezt is hogy húztam? Egyik irány, másik irány. Két lábú, egyik irányba feszíted, másik irányba feszíted. Kész és kinn is van. Te vagy egy. Az meg mi? Várjál, ne kell törölni róla a trutyit. Nem tudom, van rajta valami retek. Na, valami BYC20X600, szerintem ez 20 amperes 600 voltos szigetelt okozású dinyóda, az jó, hogyha majd lesz belőle több is, mert abból lehet csinálni grécidot. És valószínűleg nagy frekvenciásan. Ez mi? Van egy kis fekete valamink. Két lába van. Mi vagy te, tesó? RT3, ez is a NTC lesz. Vajon honnan szedtem ki a másikat? Itt volt RT1, egy mini NTC. Tök jó. Nem tudom, hogy kiszedjem-e.
RT, akkor van még egy valahol, mert azt mondja, hogy RT3. No, hát igazából elég jól lebontottam 2 centisre, és emelről már semmi nincs rajta, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi alkatrész lejön hirtelen egy ilyen panelről. Na most ez a lakkozás által például az SMD alkatrészek ezen a panelon felejtősek. Tehát gyönyörűen le van, olyan szinten le van lakkozva, hogy csillog-villog, tehát az IC-ket nem lehetne, ott lehet látni, hogy csillog-villog, az IC-ket nem lehetne belőle kiforrasztani normálisan, úgyhogy ne sérüljenek. Úgyhogy a lábas jószágokat, azokat ki lehet ilyenkor szedni, itt van például 2 varisztor, ahogy nézem, azokat is ki lehetne, ha akarnám szedni, itt van még 3 elkó, 25 volt, 470 mikró, itt vannak csillámkondenzátorok, azt hiszem, hogy ezek csillámkondenzátorok, de már ebben sem vagyok biztos, mert azt mondták, hogy lehet, hogy fólia. Szóval ez a piros csoda, itt van benne vagy 4 darab, mekkora ez? Legalább 100 nanós. A 100 nanós mindenre is jó, tudjátok. Az, 100 nanós, akkor szedjük ki fele. Szóval 100 nanós, vagy csillám, vagy fólia, nem tudom mi ez. Olvasd már meg. Ó, de nem akarja. Nem jó így. Egy kis plusz szól. Egy kis plusz szón. És egyből jön. Katasztrófa. Ez a lakkozós díj, meg bele is volt görbítve a lába. De kijött. Na ő egy. Mindjárt mutatom. Szóval nem tudom, hogy ezek most csillám vagy fóliák, de tök mindegy. Jófajta kondér. 104. J630. 630 voltos, 100 nanós kondér. És tuti, hogy tuti jó. Ezt jól megmondtam. Na ebből is van, innentől kezdve benne 4 darab kapásból, úgyhogy gyorsan ezeket kikapkodom. És akkor ezt a panelt ki is végeztük egyelőre. Szerintem nincs rá szükségem, hogy jobban tovább bontsam. De megnézhettetek rajta szinte minden alkatrészt, amit le tudunk bontani. Hogy hogy kell leszedni. Hát ez is ugye 2 lábú, mit csinálok vele? Húzom egyik irányba, húzom másik irányba, és kint van. És túlélte. És én is túléltem, elejtettem. És ez is, nézzük, csak ez is 100. Ez is 104, hát ez is 630. Ez nem pont ugyanaz a gyártmány, de ugyanúgy egy 100 nanós kondér. És ott a 2 lába. Az mi? Vannak benne olyan érdekes alkatrészek, meg hát a rengeteg, amit nem fogok tudni kiszedni, és nem is akarom. De itt fogom hagyni, mert jó lesz valamire. Csak lényeg az, hogy nem ekkora dobozt fog elhasználni, ha én kiszedem ezeket a magas alkatrészeket belőle, hanem egy sokkal laposabb, sokkal kisebb helyen elfér. Nem jó tónoztam. Jó. Ennyi. Itt is viszi el a hőt, olyan helyen van. Jó, na kint van, megvan mind a 2 lába. Nem ment tönkre. És van megint csak egy 104-630-am. Nem tudom mennyi egy ilyen kondi, de most már adhatjátok össze szerintem. Lebontottam róla néhány ezrest. Ezekkel, hogy nagy kondi, meg relék. Még ha azt a Sanken gyártmányú driver IC-t nem is nézzük, az se olcsó szerintem. Akkor is biztos vagyok benne, hogy ezreseket bontottam le. Ha! Kicsit görbed a miénk. Na! 104-630. Tök jó! Megvolt mind. Ellenállat! Mekkora szép teljesítmény ellenállások. Nézzétek csak! Itt! Itt vannak a jó kis, mik vagytok te? Hú, 5 szín kódú, ez nem. Ez 3,9, fekete, 39 ohm. Ez már nem tudom, de majd azt bemérjük, ha nagyon kell. Na ezeket is ellenállat, de ez meleg. Ezeket kiszedni kicsit izgalmasabb. Hát, ha engedi pluszónozás nélkül, nézzük meg. 1. Hello.
kettő, kint van az ellenállatunk, meg van az egész lába. Ő volt a 39 ómos, és mérete alapján, tényleg annyi? Látjátok is. Mérete a 39, ott van, jó, 39 óm. Jó? Mérete alapján ez 3 wattás. Ott pirosnak látszik a narancs. De nagyon jó. Szóval ez 3 wattás ellenállás kapásból. És 39 ohm. Jó lesz, jó. Valami erősítőben biztos jó lesz. Na. Milyen? Ezt már nem olyan egyszerű. Nem azzal is szenvedtem, mert tényleg ez a lak. Ez... Jó, erre azt mondják, hogy azért van rajta a lak. Véletlenül se azért, hogy ne tud javítani. Azért van rajta a lak, hogy ne menjen rá a pára. Ne hibásodjon, meg itt van megint egy 39 ómos 3 wattos. A másik az pedig nem tudom milyen ellenállás lesz, de mindjárt mérem. Még ezek talán értékek, úgy egyből. Meg van hova raknom. Tehát ugye van ellenállásos szortimentem, teljesítmény ellenállásos szortimentem, és oda be tudom rakni. Na nézzük ki. Egyik láb, másik láb, és kín is van az ellenállat. Egyik láb, engedd el, másik láb. Jó, ő egy, mit se tudja mi. 9, 2, narancs, úristen, minek 6 színkód? Tudom, hogy ezt is le lehet fordítani, mert helyi értékek, nem is tudom, hogy vannak, de én nem ehhez vagyok szokva. Nézzük, mekkora. Valami 39, az biztos. Nem, 92 felkezdődik. Na nézzük, mi ez. Hello. 92 K lesz. Na, hello. Nem. 800 kilóm. Jézusom. Hogy jön ki ebből a 8? A fehér az 9. Emerről van szürkénk, akkor viszont emerről kell olvasni. Szürke, piros, fekete, narancs, piros, fehér. Úristen, hagyjuk. Hagyjuk ezt a színkódosdit. Na, tehát 800 kilómos 3 wattos. Tuti fog kelleni valahova. Tuti? Jó, na, akkor úgy döntöttem, tűntem, hogy ez a panel kész van, gyerekek. Ennyire fogom lebontani az abba lévő paneleket. Azt már nem mutatom meg nektek, csak ugye akartam egy ilyen videót erről készíteni, hogy én például hogy bontom az alkatrészeket, hogy lesz nekem ennyi alkatrészem bent fiókba, és amikor szükség van rá, miért van az, hogy csak úgy kihúzom, és már rakhatom is bele, és már működik is a készülék, és nem az, hogy na akkor írjuk össze, milyen alkatrészek kellenek, rendeljük meg, leghamarabb másnapra itt van, vagy át kell értem menni, teszem azt Békés Csabára, leghamarabb, akkor még rászámolhatunk egy 2000-es minimum az útra, ha nem többet. Nem, hanem az van, hogy mi kell, mi van, és azt rakunk bele, és működik. Úgyhogy én szoktam bontott alkatrészből is javítani, és nem szokott vele gond lenni, úgyhogy ti is használjátok nyugodtan a bontott alkatrészeket, ha még jók a paramétereik. Úgyhogy ez a videó most erről szólt volna, én így szoktam bontani, és ti is hasznosítsatok újra mindent, mint Robokalandék, meg én is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó, ha tetszett, nyomjatok lájkot, és bontsunk együtt. Sziasztok!